70 éves lesz Galántai György. Kicsoda ő valójában? Nem, de a kérdés jó. Valószínűleg én vagyok az egyik azoknak, akik erről a legtöbbet tudja mondani. És valószínűleg én is vagyok a legnehezebb helyzetben, hogy erről bármit is mondjak. De ezért megpróbálom valahogy összefoglalni, hogy mi az, amit talán különlegesnek és rendkívülinek tartok benne, amit nem biztos, hogy mindenki úgy lát, mint én, mert nem ismeri annyi ideje, vagy nem dolgozott vele együtt annyi időt. És tehát igen, szóval az egy fontos szempont, hogy mi most már több mint 30 éve dolgozunk együtt, és ez nekem lehetőséget adott arra, hogy egyáltalán az a tény, hogy ennyi időt együtt tudtam vele dolgozni, ami nem csak együtt lenni, mert nyilvánvalóan az egy személyes dolog, de együtt dolgozni, az valószínűleg annak köszönhető, hogy mind a ketten ikrek vagyunk. És ettől ez az a plusz tulajdonság, ami lehetővé teszi azt, hogy külön tudjuk választani mindketten a magánéletet és a szakmai életet, és ez lehetőséget teremt arra, hogy szakmailag is jól együtt tudjunk működni. És úgy gondolom, hogy az, hogy én, amikor vele megismerkedtem, még nagyon fiatal voltam, és ez a szakmai munka a magánéleten túl kiállta azt az időszakot, hogy én tulajdonképpen egy felnőtt emberhez társulva, nagyon fiatal felnőttként tudtam fejlődni és változni. Ez is azt mutatja, hogy a Gyuriban van valami rendkívüli, pozitív, mások fejlődését elősegítő tulajdonság, ami lehetővé teszi azt. Tehát nem nyom el, úgy tud együttműködni bárkivel, hogy nem telepszik rá, nem nyomja el, hanem segíti abban, hogy megvalósítsa önmagát. Nagyon valószínű, hogy ezért volt lehetséges az, hogy én tulajdonképpen egy teljesen más pályáról indulva, mellé csatlakozva, a projektjében a saját érdeklődésemet megtalálva tudtam fejlődni. Na most ez inkább rólam szól, tehát ez nem róla szól, de a dolog lényege az, hogy én úgy látom, hogy nem csak hozzám viszonyult úgy, hanem minden munkatársához úgy viszonyult, és ezért akik vele együtt tudtak dolgozni hosszabb, rövidebb ideig, az mind azért volt, mert segítette az, hogy ők maguk legyenek és kibontakozhassanak. És úgy tudtak vele együttműködni, hogy közben magukat valósították meg. És nagyon valószínű, hogy már ez volt az a tulajdonság, ami a Balatonboglári kápolna műterem létezését is erősegítette, hiszen ő hihetetlenül pozitív módon tudta, empatikusan tudott viszonyulni mindenkihez, aki ott volt, és abszolút különbséget tudott tenni, és ez is egy borzasztó jó tulajdonságának tartom, hogy nem keveri össze a személyes és a szakmai dolgokat. Tehát emberileg lehet, hogy valakit nem különösebben kedvel, de ez teljesen függetleníteni tudja attól a szakmai teljesítménytől, amit ugyanez az ember produkál, és képes rá, hogy csak a szakmai teljesítményét nézze, és teljesen függetlenítse a véleményét a saját személyes véleményétől. És erre nagyon kevesen képesek. És ez úgy gondolom, hogy ez a személyiség vonás teszi lehetővé azt, hogy egy integratív személyiség legyen, és a legkülönbözőbb emberekhez tudjon egy platformon viszonyulni, mert egy szakmai szempontú megközelítésből viszonyul hozzájuk. És tehát úgy gondolom, hogy ez egy különleges dolog. A másik, amiben úgy gondolom, hogy egészen különleges, és én nekem számomra egy teljesen új megismerés volt, mert ilyen emberrel még nem találkoztam, az a fajta tulajdonság, amit mondjuk a zenészek egymás között abszolút hallásnak neveznek. Tehát a zenében ez egy teljesen ismert dolog, hogy valakinek abszolút hallása van, és akkor az tévedhetetlenül meg tud ítélni
zenei dolgokat. Én úgy gondolom, hogy a Gyurinak valahol abszolút látása van. Tehát ez a, amióta ismerem, mindig bebizonyosult, hogy valamire, valamit értékesnek talált, és amit nem csak így ránézésre, hogy hú, ez jó, hanem ezt mindig meg is tudta indokolni, hogy mi miért értékes, az arról bebizonyult, hogy az valóban értékes. És rengeteg mű bekerült az Artpoolba, tehát itt tényleg tízezrekbe lehet mérni azokat a műveket, amik itt megfordulnak, és a kezünkbe, főleg az ő kezébe kerültek. És engem mindig meglepett az, hogy milyen határozottan ítéli meg azt, hogy egy mű jó vagy nem jó. És hogyha rákérdeztem, hogy mondjál, hogy de ez miért jó, miért nem jó, és ez mindig nagyon pontosan meg tudta fogalmazni. És számomra ez egészen döbbenetes volt, szóval én ezt még másnál ilyennel nem találkoztam, és hát nem egyszer megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy ha én lennék egy milliárdos műgyűjtő, akkor bizony felfogadnám, mert nem kéne semmit, csak jön velem a kiállításokra, és megmondja, hogy ezt igen, azt nem, ezt igen, azt nem. Na most az is biztos, hogy ez a fajta érték, ez persze nem a kereskedelmi forgalmi érték lesz, mert lehet, hogy az a mű, amire azt mondja, hogy jó, lehet, hogy csak 100 év múlva fogják valóban elismerni, hogy az jó, és addig észre se veszik. De úgy gondolom, hogy ez szintén egy egészen különleges tulajdonság. Na, mit mondjak még? Ez, igen, hát ez mondjuk két olyan dolog volt, ami számomra nagyon, nagyon egyrészt sokat adott, másrészt érdekes volt.